A csőre még fekete és nem piros, de határozottan gólya kinézetű, a nemrég született gólya fióka. Szülei gondosan figyelik, a fészek felett körözve ellenőrzik, mi is történik a kicsikkel, akikhez a szakemberek a gólyagyűrűzés miatt emelkedtek magasba. A rócsónak azon kívül, hogy a természetvédelmi kutatásnak részeként meggyőzzük a fehér gólya fiókákat, ezen kívül a lakosságot és azon belül a gyerekeknek a figyelmét felhívjuk a fehér gólyákra. A mai nap 10 nyilvános helyszín lett meghirdetve, még nem végeztünk, az eddigi adatok alapján eddig 44 fiókára került gyűl. Ebben a fészekben 4 fióka cseperedett fel, illetve egy tojás volt mellettük. A környező házakban a lakók 3-ig számolták őket, de nyilván nem látnak bele a fészekbe, tehát ilyenkor tudjuk a pontos fészek aljat megmondani. Konkrétan ebben a fészekben az átlagon felüli a fészek alj száma. Dávodon, Hercegszántón meglepően kicsi a fészek alj, ott 1-2 fiókák voltak, és már örültünk annak, hogyha 3 fiókát is sikerült megjelölni a fészekben. Illetve elég nagy a szórás a fészek aljak között, hiszen volt, ahol még csak galambfióka méretűek voltak a kis gólyák, illetve volt, ahol már lassan anyányi méretet elérték a kicsik. A hosszúra nyúló hideg idő és esőzés sajnos nagy kárt tett fekete és fehér gólya fészekben egyaránt. Az áradásnak, magas vízállásnak azonban kevesen örülnek, de közéjük tartoznak a gólyák, élelemhez ugyanis ilyenkor jóval könnyebben jutnak. Nemhogy nehezíti, hanem megkönnyíti, tekintve, hogy rengeteg fakadó víz van, illetve belvíz található a töltések környékén, illetve mezőgazdasági területeken, és ezeken az élő helyeken szerzi táplálékát. Elsősorban kétéltőeket, rovarokat fogyasztanak ebbe az időszakba. Nem inkább a vihar, hanem inkább az a szélsőségesnek mondható időjárás, tehát a kikelés időszakában a kis fiókák éppen keltek, és a kis pihés madarak tartós hideg és eső esetén hajlamosak, hogy felfázzanak. Ez történt ugye a fekete gólya fészekben is, illetve Csátalján konkrétan ennek köszönhető, hogy a fehér gólya fészek megsemmisült. Hercegszántó, Dávod, Csátalja, Szeremle és Érsekcsanád mellett Baján két fészekbe is bekukkantottak a Duna-Dráva Nemzeti Park szakemberei. A gólya mama aggódva repkedett a bajai fészek fölött, de megnyugodva tapasztalhatta, hogy a kicsikben nem esett kár. Amikor mindkét szülő itt van, akkor látjuk, hogy a kicsit nagyobb gólya ő a tojó, és a kicsit kisebb a hím. Értelemszerűen félti a fiókákat, de ahogy betettük egy kivett fiókát is, egy kör után visszaszállt a fészekkel, és most már teljesen megbékélt, és nyugodtan folytatja a mindennapi teendőit. Amit rendszeresen szoktunk figyelni, illetve felmérni itt az Alsó-Duna-völgyben területen, itt 45 fészkelő pár ismert az idei évben, ebből most közel 20 párnak a fészkét keressük fel és gyűrűzzük meg a fiókákat. A most meggyűrűzött fiókáknak várhatóan 3 hét kell a kirepülésig, addig megerősödnek, majd önállóan szárnyra kelnek.